Következő előadónk Hanák Judit, aki napészterésre kíván minket buzdítani. Az előadás címe... Észleljük a napot! Nagyon értelmes és célszerű. Kitűnő cím. Gyalogolni jó, Móricz Zsigmond. Szeretettel köszöntök mindenkit, akivel még nem találkoztunk, Hanák Judit vagyok, és a Polaris csillagvizsgálóban szoktam többek között napbemutatókat tartani, illetve múlt évben az észlelő szakkört is, meg az egyik főszervezője voltam, mondjuk úgy. A mai előadásomban arról szeretnék beszélni, hogy miért is észleljük a napot, és hogyan észleljük, hogyan figyeljük meg. Az előadásomnak az elején igazából csak érintőlegesen szeretném egy kicsit a miértekről, és egy nagyon rövid, tényleg nagyon-nagyon rövid történeti bevezetésről beszélni nektek. Utána arról, hogy mivel végezzünk megfigyeléseket, milyen megfigyelhető jelenségek vannak a napon, illetve utána egy kicsit részletesebben kitérek a vizuális napészlelésre és a rajzolásra, illetve a nap fotózására majd csak nagyon érintőlegesen igazából a saját tapasztalataimat szeretném veletek megosztani, mert még én sem vagyok egy nagyon tőzsgyökeres, gyakorlott fotózó, de azért már elkezdtem ezzel is foglalkozni. Ugye miért figyeljük meg a napot és annak jelenségeit? Hát ugye először is a kezdetekben az észlelésnek a célja inkább gyakorlati volt, mint tudományos. Amikor a vadászó gyűjtögető népek, társadalmak átalakultak földművelővé, akkor ugye elkezdték figyelni először a napnak és az évszakoknak a mozgását, és ugye így kezdődött el az, hogy egyáltalán a napot valamilyen szinten figyeljék. Ugye később kialakult a pontos időszámítás, napnak és a holdnak a mozgását is követték, illetve a holdfogyatkozásokat, napfogyatkozásokat. Ugye ennek egy nagyon jó példája Stonehenge, ami szintén ilyen célból épült. És ugye a holdfogyatkozásoknak, napfogyatkozásoknak amolyan vallási célja is volt ugye a régi kultúrákban. Ugye néhány kiemelkedő kultúrát itt felsoroltam az előadásomban, mint például az ókori egyiptomiak, akiknél nem csak a vallásba, de a mindennapjaikban is ugyanúgy beépült a napnak a tisztelete és a szeretete. Ugye számukra az égi istenei a főistenek voltak, ugye a nap, a hold. Rengeteg szimbólumuk utal a napkultuszra, illetve ami nagyon fontos, hogy ők is felismerték a napnak a jelentőségét az élet szempontjából, hogy az életre milyen befolyással van az, hogy egyáltalán van egy nap az égen. Akkor ugye szintén kiemelkedő a maja kultúra, vagy az inkák, ugye a maja kultúrában nagyon nagy hangsúlyt fektettek ugye az idő feljegyzésére, különböző időszámításokra, naptárrendszerekre, és ugye ott is a napnak nagy jelentősége volt, hogy isteneik a főbb természeti erőkkel álltak összefüggésben. Aztán ugye később kezdődött csak el a napnak a tudományos megfigyelése, amihez ugye először is az szükséges volt, hogy először bizonyos tudományos felfedezéseket tegyenek a naprendszerrel kapcsolatban. Ugye itt felsoroltam a tetején például Kopernikusznak, Brahénak, Keplernek, illetve Newtonnak a felfedezései tették ugye azt lehetővé, hogy innen tovább lépjenek a tudósok, és már ténylegesen a nappal, mint tudománnyal kezdjenek el foglalkozni. Az első tudományos megfigyelések az 1610-es években kezdődtek, amik Johann Fabricius, John Heriot, Christopher Scheiner és Galileo nevéhez kötődnek. Az első írásos közlemények 1611-ben láttak napvilágot, és például Scheiner 20 évnyi észlelési munkát hagyott hátra, ami akkoriban gyakorlatilag két évszázadra teljes mértékben meg is határozta a nap tudományát, hiszen az akkori technikai tudásnak és tudománynak megfelelően ő a maximumot kihozta abból, amit tudott. Akkor ugye Herschel volt még ebbe az időszakban, aki valamilyen fajta ciklusosságot vélt felfedezni a napfoltok helyzetében és számában, de viszont ezután egészen a 17. század végétől a 18. század elejéig semmiféle, vagy mondjuk úgy csekély érdeklődés mutatkozott a nap megfigyelés iránt, ugyanis ekkor volt a mindenki által jól ismert Maunder minimum, amikor ugye szinte semmilyen naptevékenységet nem tudtak megfigyelni, illetve észlelni a napon.
Ugye a tudományos megfigyelések fejlődése a napjainkig tart, ugye ez még most is folyamatosan fedeznek fel újdonságokat és találnak ki új dolgokat. Ugye következő lépés volt az 1800-as években többek között Heinrich Schwabének a megfigyelései, aki először a napfoltok számának a periódikus változását is megfigyelte, és észrevette, hogy 10-11 évenként változik a napfoltoknak a mennyisége, illetve valamiféle ciklusosság van. Ő egy 5 cm-es refraktorral figyelte a napot 17 éven keresztül. Természetesen később több más kutató is alátámasztotta ezt a 10 év körüli ciklusosságot, amit nem csak magában a napfoltokban figyeltek meg, hanem ugye elkezdtek összefüggéseket találni a Föld mágneses tér, a sarkifény jelenség gyakoriságában és más földi áramok összefüggésében. Akkor ugye nem sokkal később jött ugye a színkép elemzés alkalmazása, amivel ugye a napnak az összetételét tudják vizsgálni. Ugye a protuberanciáknak és ugye egyáltalán a napnak a spektroszkópikus észlelését kezdték el az 1800-as évek végén, ami ugye Jensen Locker és főleg Hale nevéhez kötődik, akinek ugye a nevéhez kötődik a hélium felfedezése is a napban, aminek ugye az érdekessége az, hogy a héliumot előtte nem fedezték fel a Földön, és kimondottan ilyen spektroszkópikus tehát színkép elemzéses módszerrel jöttek rá arra, hogy van még egy elem, ami a napban is megfigyelhet. Utána Rudolf Wolf volt az, aki elkezdte a napfolt észlelések központi adatgyűjtését és egy napfolt észlelő hálózatnak a kialakítását, illetve valamilyen módon a foltok regisztrálását is elkezdte egy egyszerű módszerre. 1749-től kezdték el a napfoltok sorszámozását, és ezt a sorszámozást folytatja ma is a mai rendszer tulajdonképpen. Hát ugye azóta már 10000-es nagyságrendnél tartunk a napfoltok számával. Magyarországon az Ógyalai csillagvizsgáló, illetve Konkoly Tege Miklós munkássága volt tényleg említésre méltó és számottevő, de tulajdonképpen így a történelmi részre én csak ennyit szerettem volna fordítani, tényleg csak egy kis bevezetésnek, hogy miről is van szó. Ugye manapság, mert ugye a tudományos megfigyelés kicsit áttolódott a Földről az űrre, ugye a nap körül keringő szondákkal. Ugye az SDO, a SOHO és a STEREO, ez a három fő nap megfigyelő szonda, ugye különböző fajta dolgokat figyelnek a napon. Az SDO az leginkább a nap mágnesességét és a napfelszínt vizsgálja, míg a SOHO, ami nagyon sok műszer, azt hiszem 23 műszer vagy 32 található rajta, köztük egy koronográf és a LASCO, aminek például nagy érdekessége és igazából a tudományban jelentős, hogy ugye rengeteg napsúroló üstököst is megfigyeltek és felfedeztek már vele, amire ugye eleinte nem is számítottak, hiszen nem ebből a célból küldték föl a szondát. Illetve ugye a STEREO még, ami fent van, ami ugye sztereó A, sztereó B, ugye a nap két oldaláról figyeli folyamatosan a napot, ugye ez háromdimenziós fotókat készít a nap felszínéről. Ugye nagyon fontos, hogy ezek a műszerek ma már nagyon-nagyon jó minőségben folyamatosan küldik az adatokat a Földre, tehát így a kutatóknak lehetőségük nyílik tényleg folyamatosan figyelni, amit ezek a műszerek küldenek. Illetve ami még ugye manapság jelentős, és egyre nagyobb hangsúlyt kap, és egyre divatosabb is, ugye ez az űridőjárás Space Weather-nek a figyelése, ami ugye a Föld közeli űridőjárás előrejelzését hozza előtérbe, ugyanis ennek előrejelzése nagyon fontos az űreszközök védelmében is, hiszen ugye gyakorlatilag megy a saját kis üreszköz rendszer kering ugye a Föld körül, ami ugye azért ki van téve különböző veszélyeknek, amik az űrből érhetik. És akkor ugye végre elértünk az amatőr csillagászathoz. Hát ugye korábban az amatőr megfigyelők hálózata elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a nap 24 órájában és folyamatosan tudják figyelni a napnak a felszínét, hiszen ugye élő emberek a távcsöveikkel álltak és figyelték a napot, ugye nem voltak még ilyen csodálatos szondák a nap körül. Ugye ezt a munkát ezek már elvégzik ma, de még mindig nagyon érdekes a nap megfigyelése és
ugyanúgy érdekes az amatőr csillagászok számára is megfigyelni. Ugye egyrészt folyamatosan változó jelenségek vannak a napon, tehát sohasem unalmas. Ugye pont most hallottuk, hogy ma is volt egy flare a napon, amit itt sikerült néhány embernek megfigyelni, úgyhogy ilyeneket mindig ki lehet ugye fogni. Akkor ugye megörökíthetjük vizuálisan és fotografikusan, és ami nem utolsó sorban egy nagyon jó szórakozás, akár fotózni a napot, vagy lerajzolni. Illetve ugye most már amatőr műszerekkel is egyre részletesebb, egyre jobb képeket lehet készíteni, hogy ugye fejlődik a technika. Tulajdonképpen ma már egy amatőr számára könnyen elérhető műszer, mondjuk 100 évvel ezelőtt egy csillagvizsgáló csúcs műszerének számított volna, úgyhogy szépen fejlődünk azért az amatőr megfigyelések terén is. Akkor ugye a flereket, napkitöréseket is meg lehet figyelni rajta. Ami nagyon fontos, hogy ugye nappal figyeljük meg a napot jó esetben, tehát így bárki számára elérhető, annak is, aki nem ér rá este kimenni, észlelni, nem tud erre időt szakítani, nappal egy kevés idő is elég erre. Ugye a legkisebb műszerrel, akár egy binokulárral is kiválóan megfigyelhetőek a változások, hogyha ugye a napfoltoknak a változására gondolunk. Persze a határ itt is a csillagosség, mind műszerméretben, mind árban természetesen. És ugye szabad szemmel is megfigyelhetőek napfoltok, hiszen ugye vannak olyan nagy, óriási napfoltok, amik szabad szemmel is látszanak a napkorongon. Illetve ugye a manapság kapható napészlelő fóliákkal és prizmákkal most már abszolút biztonságosan lehet megfigyelni a napot. Ezek teljesen bevizsgált és biztonságosan használható műszerek vagy eszközök. Ugye ez, amit az előbb is említettem, a rendszeres megfigyelése sem igényel órákat, hiszen akár ha valaki csak egy kis távcsővel vagy binokulárral néz a nap felé, akár reggel munkában menet előtt is pár percre rá tud pillantani, hogy milyen változás van, vagy hány foltot lát a napon. Ugye hálás téma is, hiszen napról napra, sőt ugye, hogyha hidrogén alfába figyeljük ugye protuberanciákat, filamenteket, akár óráról órára is változhatnak a jelenségei, és tulajdonképpen nincs két egyforma napkorongrajz vagy fotó, nincs két egyforma folt a napon, mindig egy kicsit másképp néznek ezek ki. Mivel végezzük a megfigyeléseinket, hogy ezt a szép kis piros írást, ezt végig itt fogjátok látni az eszközökkel kapcsolatban, ugye nagyon fontos, hogy soha ne nézzünk a napba megfelelő biztonsági intézkedések nélkül, ugye mindenképpen valamilyen napszűrő eszköz, fólia vagy prizma használata szükséges minden esetben, és ugye nagyon kell figyelni arra, hogy véletlenül se nézzünk bele. Ugye szabad szemes megfigyeléshez csak a két szemgolyón kell, sőt egy szemgolyó is elég adott esetben. Ugye a szabad szemes napfoltokat tudjuk így megfigyelni. Ezeket főképp ugye mostanában már azért egyre többször előfordulnak. Igazából idén márciusban is volt olyan szabad szemes napfolt, ami majdnem egy hétig folyamatosan látszott a napkorongon, és a mérete nem hogy csökkent volna, de még inkább nőtt is. Úgyhogy érdemes ezt is napról napra nézni és követni. Ezt egy sima egyszerű napfogyatkozás néző szemüveggel, vagy egy darab napfóliával is megtehetjük, bármelyik jó hozzá. Ugye a legkisebb kis távcsövekkel meg tudjuk figyelni a napot, ugye binokulárral, vagy akár 3-8 cm-es kis távcsővel. Ehhez példának illesztettem be nektek, ezt már így kicsit haknizok már ezzel a rajz sorozattal egy ideje, mert ezt mindegyik előadásomban szinte szeretem beletenni. Ez Földvár István Zoltánnak egy 30x200-as akromáttal készült rajz sorozata, ami több napot ölel fel, és nagyon szépen látszik rajta, hogy hogyan változnak, hogyan mozognak rajta a napfoltok. Időközben talán 2 vagy 3 nap maradt ki rossz idő miatt, ott van egy kisebb ugrás benne, de nagyon szépen követhető a változás. Illetve itt lent láthattuk egy binokulárral készült rajzolt, ez egy 10x50-es binokulárral készült. Ugye jól látható rajta, hogy tulajdonképpen már a binokulárral is megfigyelhető az umbra és a penumbra szétválása, illetve hogyha éppen szerencsénk van és egy jól látható erős fáklyamező van mondjuk a korong széléhez közel, azt is igazából meg lehet már vele figyelni. Ugye a foltok pontos helyzetét fel tudjuk jegyezni, méretét, illetve ugye jó légkör esetén mondom ezt, hogy azért az umbra és a penumbra is elkülöníthető, különösképpen a nagyobb foltoknál. Ugye nagy előnye a kis távcsőnek, vagy egy binokulárnak, hogy nagyon könnyen hordozható, befér a táskánkba, akár a munkahelyünkre is el tudjuk vinni, és nagyon gyorsan kávészünetbe kiszaladhatunk napot észlelni. Ugye aztán jönnek a nagyobb távcsövek, közepes és nagyobb távcsövekkel, ugye már határa csillagosség itt is. Ugye egyrészt nagyobb nagyítást tudunk használni, tehát ugye már alapból akár 50-100-szoros nagyítást.
Ugye itt már jól elkülönül az umbra és a penumbra, hogy ezen a rajzon ez egy 130x650-es távcsővel 65x nagyítással készült rajz, ez itt jobb fölül. Ugye jól látszik itt is, hogy már jól elkülöníthetőek kisebb folt részletek is a foltcsoporton belül az umbra és a penumbra, illetve jól láthatóak itt ezen a részen lent is, illetve fönt is, ugye jól látható fáklyamezők vannak a napkorongon. Illetve ugye aztán, hogyha még tovább megyünk, ugye még nagyobb távcsőre, vagy még nagyobb nagyításra váltunk, és például ellátogatunk a Polaris csillagvizsgálóba, akkor már ilyen részletességgel is megnézhetjük a napfoltokat. Ez a Polaris távcsővével készült 352-szeres nagyításon, egy teljesen átlagos napon, teljesen átlagos légkör mellett. És hát ilyen gyönyörű, ez egy elég nagy napfolt csoport volt egyébként, de gyönyörű részletességgel látszott az umbrának és a penumbrának is a szerkezet, ugye a penumbrának ez a szép szálas szerkezete, illetve ami ugye külön érdekesség, hogy helyenként megfigyelhetőek egészen fehér, mondjuk úgy foghíjas részek is a napfoltnak a szerkezetében. Ugye szintén megfigyelhetőek nagyon nagyítással a granulák, amik ugye körülbelül 1000 kilométeres méretűek. Ezek ilyen apróbb éppen kialakuló, illetve az apróbb éppen kialakuló foltok is megfigyelhetőek nagyon nagy nagyítással, olyan kicsikék, aprócskák is, amik lehet, hogy utána el is tűnnek, vagy fel sem tűnnek esetleg a napfolt számozásában, tehát ezeket is érdemes nézegetni. Ugye itt már a fáklyamezőknek is a részletes megfigyelése lehetővé válik, ugye szép szálas szerkezetük, olyasmi kicsit a gyökérre hasonlít, én ahhoz szoktam hasonlítani, illetve ugye ami nagyon ritka jelenség, de nem elképzelhetetlen a megfigyelése, főleg, hogyha valaki rendszeres napésztelést végez, az ugye a fehér flare-nek a megpillantása, ami fehér fényben látható. És akkor ugye ugrunk még egyet technikailag, ugye most már a naptávcsövek is egyre nagyobb teret hódítanak maguknak. Drága műszerek még mindig, de viszont egyre több helyen ki lehet őket próbálni, lehet használni. Ugye egyrészt most már azért a legtöbb csillagvizsgálóban is elérhető egy ilyen műszer, illetve napbemutatókon is tehát nyilván elérhetőek. Egy kisebb műszer, hogy egy 35x400-as lunt, az már azért egy amatőr csillagász számára is elérhető közelségben van, még hogyha nagyon drága is. Aztán ugye határ itt is a csillagosség, ugye itt már kicsit nagyobb luntokat láthatunk a fotón, ugye ott már több millió forintos összegekről beszélünk sajnos. Ugye ezzel a kromoszféra jelenségeit figyelhetjük meg. A napfelszínnek ez egy sokkal gyorsabban változó és izgalmasabb területe igazából, úgyhogy aki valaha elkezd egy naptávcsővel észlelni, az szerintem soha nem fogja abba hagyni, mert nagyon izgalmas és nagyon szép az a jelenség, ami ezzel látható. Ugye még technikailag is előnye, hogy semmiféle extra fólia vagy napszűrő nem szükséges hozzá, így teljes mértékben biztonságos a használata. Tehát mondjuk napbemutatón is előnyös akár ugye gyerekekkel vagy olyan felnőttekkel, akiknek nincs még gyakorlatuk ebbe. Ugye nagyon zárójelesbe tettem, ugye most már lehet olyan a luntnak például, ugye van kálcium lányszűrővel ellátott távcsöve is, aminek szintén az ár ugye a csillagos ég, viszont ez mivel kizárólag fotografikus észlelésre alkalmas, így sajnos ez hát nagyon kevesek számára elérhető, illetve nagyon kevesen veszik meg maguknak. Aztán ugye vannak speciális eszközök is a napészleléshez, ugye egyrészt vannak különböző színszűrők, ott láthattuk egy pár példát belőle, az én tapasztalataim szerint a zöld színszűrő az, ami talán a leginkább segíti a napészlelést. Fehér fényben a zöld színszűrő talán inkább a fáklyamezőket hozza egy kicsit előtérbe, és egy nagyon-nagyon kicsit segít a légkörnek a remegés és a légkörnek a zavarásán. Jó lehet még a sárga színszűrő is, illetve én egyszer kíváncsiságból kipróbáltam egy UHC szűrőt a napra, ami szép hupilila volt, de különösebb előnnyel nem járt. Akkor ugye lehet kapni különböző hidrogén alfa szűrőket is, amik ugyanúgy alkalmasak a napnak hidrogén alfa színskálában való megfigyelésére. Ugye egyetlen hátrány, hogy ezt nem lehet úgy finom hangolni, mint egy naptávcsövet. Illetve hát ez is nagyon drága, tehát nem éri meg.
akkor ugye van a Herschel prizma és a napfólia, ugye ebből a szempontból a lencsés távcsövek egy picit azért előnyben vannak, mert a Herschel prizmának talán egy kicsit jobb a képe, mint a napfóliának, viszont a napfólia sokkal olcsóbb, és otthon is elkészíthető. Ugye lehet kapni egyrészt, ugye itt látjátok, hogy már eleve keretbe foglalva is lehet kapni különböző méretű távcsövekre, viszont főleg egy nagyobb távcsőre igazából nem is kell egy olyan óriási nagy fólia, egy kisebb fólia méret is elég, és az ugye sokkal olcsóbban kijön, tehát mondjuk egy 20 centis távcsőre nem kell egy 20 cm-es fóliát venni, bőven elég egy 8-10 cm-esre leblendézett fólia hozzá. Akkor ugye létezik még kontinum szűrő, illetve kálciumlány szűrő. Ugye a kontinum szűrő az a fáklyamezők kiemelésére szolgál, de a kálciumlány szűrő az pedig megint kizárólag fotografikus észleléshez jó. És akkor ugye vannak nagyon speciális távcsövek is, amik speciálisnak speciálisak, viszont olcsók. Erről a napészlelők találkozóján is esett szó, illetve egy külön előadást is tartottunk Molnár Péterrel erről. Ugye ezek például a hintaló, a cseréptávcső és az úgynevezett sangán, amik nagyon egyszerűen, gyakorlatilag ugye például a hintaló, amit majd kint megnézhettek, 3 órától lesz nap bemutató, és ez a hintaló ki is lesz majd téve ott a recepció mellett, meg lehet majd nézni, aki még esetleg nem látta. Ugye tulajdonképpen itt egy napkivetítési módszerrel, egy lencsés távcsőről van szó, amiben ugye jelen esetben a hintaló esetén szépen bele van hajtogatva a fény útja, hogy így csúnyán fejezzem ki magamat. És ugye ezeknek az a nagy előnye, hogy egyrészt nagyon jó pofán néznek ki, nagyon jó szórakozás ezeket megcsinálni, illetve gyakorlatilag otthon barkácsolva minimális anyagszükséglettel és minimális pénzből is meg lehet őket csinálni, és már lehet is észlelni a napot. Nem utolsó sorban is nagyon fontos, hogy teljesen biztonságosan, hiszen ugye ez kivetíti például a nap képét, és esély sincs arra, hogy valaki belenézzen direkt a nap. És akkor ugye áttérünk a nap megfigyelhető jelenségeire, amit ugye már ezért érintőlegesen említettünk. Ugye a fotoszférának a jelensége, ugye a napfoltok, ugye az umbra és a penumbra megfigyelése, fáklyamezők, illetve ugye már említett fehérflerek. Ugye itt megfigyelhetjük, különböző észlelési programokat találhatunk ki magunknak, hogyha valaki szeretne tényleg rendszeresen napot észlelni. Itt ugye meg lehet figyelni egy nagyobb foltok változását, akár órák alatt, bár ez ritkább, de inkább napok alatt, illetve foltcsoportoknak a mozgását, változását, hogyan bomlanak szét több foltra, hogyan szűnnek meg azok a foltok. Akkor ugye lehet figyelni a heti, havi foltcsoport számot, az általánosságban a foltszám megfigyelését, annak feljegyzését is lehet végezni, ezt akár sokkal hosszabb távon is a saját távcsőnkkel. Ha mondjuk valaki tényleg kitartó és évtizedeken át figyeli a napot, akkor akár a saját megfigyelései alapján is szépen fel tud rajzolni egy görbét, egy ehhez hasonlót a napfoltszámban változásáról. És ugye a foltcsoportokkal kapcsolatban vannak különböző, ezt tényleg csak így említés szintjén tettem be az előadásban, mert például, hogyha ugye sokan szoktuk figyelni a solarmonitor.org című oldalt, ahol ugye fel vannak sorolva, hogy milyen foltok vannak éppen a napon, ugye itt a napfigyelő szondák folyamatos adatait láthatjuk, és ugye például itt is a napfoltcsoportok típusát meg szokták határozni. Kétféle ilyen foltcsoport típus meghatározás is van, a Waldmeier típus meghatározás és a Zürichi típus meghatározás. Ma ezt az utóbbit használják, és erről tettem be ide a diában nektek egy képet, ami gyakorlatilag egy ilyen táblázat arról, hogy ezt hogyan kell használni, hogy itt föl van sorolva, hogy melyik gyakorlatilag pontosan mit jelent, de az, hogy ezt hogyan lehet meghatározni, és hogyan kell használni ezeket a típus meghatározásokat, hogyha a nap.mcl.hu honlapra felmentek Pápics Péternek a napészlelésről szóló kézikönyvébe, ez pontosan részletesen le van írva, esetleg akit ez érdekel, érdemes elolvasni, ez is egy jó móka lehet, hogy megpróbáljuk meghatározni, hogy milyen típusú foltokat észleltünk a napon. És ugye sokszor felmerül a kérdés napbemutatókon is, hogy mekkora egy napfolt. Ugye ez a mi szemünkkel nézve, ugye, hogyha nézzük a napot, egészen apró is lehet, olyan is, amit vizuálisan vagy amatőr műszerekkel alig-alig lehet látni, de viszont egészen több föld átmérőjű méretig is terjedhet egy napfolt, illetve ugye egy-egy szabadszemes napfolt, az akár 8-10 föld átmérőjű is lehet méretbe, tehát itt óriási méretekről beszélünk.
akkor ugye a kromoszféra jelenségei, amit ugye hidrogén alfában figyelhetünk meg, ugye ezek a sokkal izgalmasabb és sokkal gyorsabban változó jelenségek. Ugye egyrészt itt is megfigyelhetünk nagyobb napfoltokat, bár ugye a napfoltok kevésbé figyelhetőek meg, hiszen ugye ez ugye egy a napnak egy feljebbi rétege a fotoszférához képest. Ugye megfigyelhetjük a protuberanciákat, amik ugye lehetnek nyugodt, vagy eruptív, vagy más szóval aktív protuberanciák is. Ugye itt láthatunk például, hogy ez egy elég nagy kitörés itt, de itt is protuberanciákat is láthatunk, illetve itt is tulajdonképpen. Ugye egy nyugodtabb protuberanciánál előfordulhat az is, hogy akár 2-3 napig szinte teljesen változatlanul ott. Valaki szólt, vagy? Ja, ide jön. Tehát ugye a nyugodtabb protuberanciáknál előfordul, hogy akár 2-3 napig is szinte alig változik, és ugyanúgy ott van a napkorongnak a felszín, épp csak egy picit arrébb mozdul, ahogy ugye mozog a korong. De viszont vannak olyan nagyon eruptívak, olyan nagyon aktívak és változók, amiknél akár néhány perc vagy óra alatt is óriási változás léphet fel. Például a kokáért nekem volt egyszer egy olyan, hogy felvételt készítettem a napról, animációt szerettem volna egy protuberanciáról készíteni, ami gyönyörű volt, óriási volt, nagyon szép formája volt. 2 órán át kint ültem a 38 fokba és felvételeket készítettem, és amikor feldolgoztam a felvételemet, akkor, hát akkor derült ki, hogy sajnos ez egy nagyon nyugodt protuberancia, mert még egyébként 2 nap múlva is ott volt a napkorong szélén. Viszont találtam a felvételemben egy olyan nagyon rövid részt, amiben gyakorlatilag egy 2 perc alatt egy ilyen kis pukkanás volt például látható a felvételen, ami egy ilyen eruptív, gyakorlatilag ugye vizuálisan nem is lehetett észrevenni, egy olyan gyorsan kipukkanó kis protuberancia volt a felvételen. Akkor ugye vannak az úgynevezett filamentek, itt láthattuk egy szép nagy filamentet, amik gyakorlatilag szintén protuberanciák, csak ugye más szemszögből, más nézőpontból nézzük őket, illetve ugye felülről nagyon érdekes, mert ugye maga az anyag az egy nagyon magasra felnyúló, de egy nagyon vékony réteg egyébként a napon. Akkor ugye vannak a spikulák, amiket itt láthattok, ezek ilyen nagyon kis pici fűszerű képződmények, így lehet a legjobban leírni őket. Ezeket már inkább egy kicsit nagyobb távcsővel, nagyobb nagyítással lehet megfigyelni, tehát mondjuk a legkisebb 35-ös lunttal, ezek annyira nem figyelhetőek még meg. Hát akkor ugye itt is megfigyeltünk fáklyamezőket, ugye ugyanúgy feltűnnek aktívabb területek, ugye itt is látunk például ilyen aktívabb területet itt a filament környékén, illetve ugye a flerek, amik ugye hidrogénalfában azért sokkal gyakoribbak, mint fehér fényben, ugye itt a legszélső képen láthattok egy fler jelenséget, amik ugye néhány perc alatt lezajló hirtelen felfénylések a napon, és nagyon-nagyon gyakran ezek a flerek egyébként korona anyagkidobódással, kitöréssel is járnak. Tehát érdemes, hogyha az ember egy nagy flert lát, akkor érdemes utána nézni, akár a Solar Monitoron, akár a NASA más hivatalos forrásából, hogy ugyanabban az időben volt-e koronaanyag kidobódás vagy kitörés a napon. Akkor ezt a képet még érdekességnek tettem be, mert nagyon gyakran megfigyelhető az, hogy egy protuberancia így szinte benyúlik ide a napkorongba, és szinte összefolyik egy ilyen filamenté a végén. Ez nagyon-nagyon érdekes háromdimenziós hatást kölcsönöz a jelenségnek. Ezt is én inkább nagyobb nagyítással figyeltem meg eddig, de nagyon, tényleg nagyon izgalmas, hogyha valaki egy ilyet lát, érdemes ezeket figyelni a napkorong szélén. Úgyhogy aztán vannak még a napkorona jelenségei, amit sajnos ugye amatőr műszerekkel nem igazán lehet megfigyelni, kizárólag teljes napfogyatkozások idején válik láthatóvá ugye a korona. Hát ugye ebbe sajnos a Soho-nak a Lasco kamerájára kell hagyatkoznunk, ugye annak van ilyen koronográf felvevő műszere. És akkor ugye eljutottunk ahhoz, hogy most akkor tényleg már napot észlelünk, most már tudjuk, hogy mit észlelhetünk, milyen jelenségek vannak a napon, milyen műszerekkel tudunk most már, akkor tényleg nekiállhatunk észlelni is. És ugye itt nagyon fontos a napészlelő lap. Ez ugye a hivatalos napészlelő lapunk, ami így néz ki. Ez nagyon fontos adatokat tartalmaz. Én mindig amondom vagyok, hogy inkább használjuk ezt, bár én magam nem mindig használom ezt, de mindenkit inkább arra buzdítok, hogy a napészlelő lapot használja, hiszen akkor nem felejt el adatokat beírni rá, amik nagyon fontosak utána a napészlelés feldolgozásához. Ugye az is nagyon fontos, hogy függetlenül attól, hogy vizuálisan vagy fotografikusan észlelünk, bizonyos adatoknak a megadása szinte azt mondanám, hogy kötelező ehhez,
És tényleg kérnék mindenkit, hogy ha fotózza a napot, akkor ne csak feltöltse ezeket valamilyen portára vagy fórumra, hanem tényleg írja rá az adatokat, hogy mikor készült, ki készítette, milyen távcsővel, milyen műszerekkel, és küldje be a Csillagászati Egyesületnek. Ugye ilyen nagyon fontos adatok a dátum és az idő, hogy mikor észleltünk, hogy a műszer és a nagyítás, milyen szűrőket vagy milyen speciális eszközöket használtunk. Hiszen ugye ez is, ennek is lehet jelentősége, hogy mondjuk valaki látott egy kicsi foltot, valaki más nem látta, mi volt a különbség, ki milyen műszert használt például. Akkor ugye fontos lehet a légköri nyugodtság és az átlátszóság, hogy a csoportoknak és a foltok számának a feljegyzése. Ugye, hogyha rajzot is készítünk az észleléshez, akkor mondjuk a csoportoknak, a foltoknak a számának a feljegyzése annyira nem kritikus, hiszen ugye a rajzról is leolvashatóak, de azért nem árt, hogyha odaírjuk, hogy szerintünk mi hány foltcsoportot, egészség vagy foltot láttunk. Akkor ugye ugyanígy a fáklya mezők számát is fel tudjuk kérni, és ami nagyon fontos, az észlelő neve és a helye, illetve az észlelésről egy leírást, ami lehet egy nagyon rövid, tényleg, mint ahogy ott látjátok, egy nagyon rövid, pár soros, néhány mondatos leírás is, de akár tényleg lehet bőségesen is írni róla, hogyha valaki nagyon belelendül. És ugye ami fontos, hogy küldjük be a napészlelő csoport részére, hiszen ugye az ide-oda feltöltött észlelések elvesznek, és soha, de soha nem kerülnek be az archívumba. Tehát félreértés ne legyen ebbe. Ugye amit itt még szerettem volna megemlíteni, tegnap is volt erről előadás, ugye az észlelések.mcl.hu, ami ugye nemrég készült el, illetve még ugye félig meddig teszt üzemben működik. Tulajdonképpen ide is buzdítanék mindenkit, hogy regisztráljon, és töltse fel az észleléseit, aminek nem utolsó sorban az is előnye, hogy innen rögtön egy linket is kapunk, amivel be tudjuk linkelni a különböző fórumokba, Facebookra, vagy ahol csak szeretnénk az észlelésünket. Ugye hát ebben megint csak nem fogok nagyon belemenni, szintén az érdekesség kedvéért vetettem fel. Ugye a napészlelő lapon láthatóak ezek az L, B és P értékek, amik ugye azt határozzák meg, hogy ugye a nap esetén gyakorlatilag egy földhöz hasonló koordinátorrendszert használunk, ugye szélességi és hosszúsági fokokkal, de viszont ugye a napnak az egyenlítője, az ugye nem a Földnek az egyenlítői síkjával esik egybe. És ugye ennek és különböző más szögeknek a meghatározásához használjuk ezeket az értékeket, amiket egyáltalán nem kötelező megadni a napészlelő lapon. Igazából hasznos tudni. Korábban régebbi csillagászati évkönyvekben ezek meg voltak adva, ezek az értékek, mivel ezek körülbelül havi, valamelyik hónapos, valamelyik pedig éves változású adat, de most már az új évkönyvekben ezek nincsenek benne. Ugye ez ami végülis a lényeg, ugye ez a szélen bejegyzett szögek vagy fokok is ugye azt segítik, hogy könnyen be tudjuk esetleg jelölni, hogyha valaki szeretne egy ilyen koordinátorrendszert használni a napészleléséhez, akkor könnyen be lehet rajta jelölni, hogy milyen dőlésszögben van, hol húzódik éppen a napnak az egyenlítői síkja. És ugye fontos, hogy ezeket tényleg nem kötelező bejelölni, ez érdekességképpen érdemes, illetve a napészlelők kézikönyvében ez is nagyon részletesen le van írva, hogy hogyan lehet ezt használni, illetve az interneten vannak olyan weboldalak, ahol ezeket az adatokat meg lehet találni, hogyha valaki erre rákeres. És akkor ugye a vizuális napészlelésre, illetve a nap rajzolására fogok most rátérni. Ugye a vizuális napészlelésnél ugye a legegyszerűbb észlelési módszer, hogyha lejegyezzük szövegesen az észlelésünket, nem kell feltétlenül rajzolni, ugye ez lehet egy szépen alaposan megfigyelt, jól megfogalmazott, jól leírt észlelés, és lehet pont annyira hasznos. Fontos, hogy lényegre törően fogalmazzunk, de próbáljuk meg nyugodtan a saját szavainkkal elmondani, hiszen ugye az észlelésnél mindig van egy szubjektivitás, és ami ugyanúgy fontos az észlelés szempontjából, hogy én milyennek láttam a napot. Ugye érdemes néhány percen át minél alaposabban megfigyelni egy-egy területet, hogy jó kis részleteket lássunk rajta, viszont érdemes néhány perc után pár perces szünetet is tartani, hogy egy kicsit a szemünket pihentessük, hiszen ugye a nap esetében ugye itt inkább a fény csökkentésére van szükség, hiszen nagyon sok fény jön be a távcsőbe.
Ami még ilyen érdekes dolog a fénycsökkentéssel kapcsolatban is meg lehet figyelni, hogy amikor kicsi felhős idő van, ahol így nagyon enyhén, nagyon kis finom felhők haladnak el a napfelszín fölött, néha a fáklya mezőket, de még a hidrogén alfában is néha részleteket jobban észre lehet venni, ahogy ezek a kis fátyol felhők elhaladnak a nap előtt. És ennek is ez az oka, hogy ugye a fény, tehát sokszor a túl sok fény sem jó, és ugye az nem segíti elő azt, hogy részleteket lássunk a napkorongon. Ugye fontos, hogy itt a légkör és az átlátszóság esetén a napot figyelve a légkör az nem pont olyan, mint amikor mondjuk egy mély ég objektumot vagy egy kettős csillagot figyelünk. Ugye a nap figyelése esetén mást jelent egy nyugodt légkör, hiszen itt mindig egy kicsit rezeg a légkör, mindig egy kicsit el, hogyha nagyon nagy nagyítással figyeljük, mindig egy kicsit elhomályosul, majd kitisztul a kép, tehát más egy picit, mint az éjszakai észlelésnél. Akkor, ami nagyon érdekes, és amikor kezdetekben napot észleltem, nem is gondoltam volna erre, de aztán idővel erre is rájöttem, hogy az elfordított látás itt is segítségünkre lehet, főleg a halványabb részletekben, vagy a nagyon finom részleteknek az észrevételébe, ami ugye lehetnek protuberanciák, vagy a halványabb fáklya mezők is. De ugye egy nagyon érdekes dolog. Akkor ami még ugye fontos, és mindenkinek abszolút ajánlanám, főleg ugye ilyen meleg időben, hogy valamivel, sapkával, ernyővel, vagy valamilyen más eszközzel igyekezzen kitakarni a direktbe rásütő napot. Itt direkt beszúrtam egy ilyen képet, ez valamelyik korábbi távcsöves találkozón készült, ez pedig egy nagyon jó módszer erre, hiszen ugye gyakorlatilag ugye a távcső a nap felé néz, és ugye az bezavar nagyon, hiszen amikor próbáljuk nézni, ugye közben a szemünkbe is valamennyire belesüt a nap, még hogyha nem is nézünk be direkt. Tehát érdemes mindenképpen kitakarni valamivel. És ugye, hogyha szeretnénk lerajzolni a napot, akkor néhány tippet szeretnék ehhez is adni. Ugye fontos, hogy a rajz az akár lehet egy sematikus, egyszerű rajz is, akkor is abszolút értéke van és észlelési értéke van, ugyanis nagyon pontosan visszaadja a látottakat, és rengeteg információt szolgáltat az olvasó, vagy annak a számára, aki nézi ezt az észlelést, hiszen ugye a foltok helyzetét, méretét, egymáshoz képesti formáját, elhelyezkedését is megmutatja, még egy tényleg nagyon egyszerű, csak vonalkázással készített rajz is. Ugye fontos, hogy eleinte a tudományos világban is kizárólag rajzoltak, hiszen ugye sokáig nem volt lehetőség fotózni, úgyhogy a régebbi időkből, ugye az 1800-as évekből is ugye leginkább rajzok maradtak fent, amivel kapcsolatban például a debreceni csillagvizsgálónak a honlapját ajánlom mindenki figyelmébe, ugyanis ott fent vannak egy archívumban a korai napészlelés rajzok, amik nagyon szépek, nagyon érdekesek, érdemes őket megnézni. Ugye a rajzolás nem mellesleg azért is jó, mert gyakorlatilag 500 forintból kijöhetünk, semmiféle extra eszköz igénye nincsen, egy jó minőségű famentes rajzlapra vagy rajztömbre van szükségünk, egy rajztömb kb. 150 forintba kerül, egy hás és egy bés vagy két bés grafitceruzára van szükségünk, egy jó minőségű fehér radírra, illetve hát ugye művészi rajzokhoz, vagy hogyha kísérletezni szeretnénk mindenféle extra rajzokkal, akkor ugye a művész ellátók bőséges kínálattal állnak rendelkezésünkre. Természetesen árban itt is határa csillagos ég. Ugye olajpasztel, szén, különböző papírok, ilyen papír, olyan papír, speciális dolgokat is lehet kapni, de tulajdonképpen én is többnyire még mindig grafittal rajzolok, és semmi mással. Ugye itt láthatunk néhány napészlelést. Ugye itt bal oldalt ez egy... azt hiszem Galileinek az egyik rajza látható. Ugye tulajdonképpen itt is viszonylag sematikusan lerajzolja a napfoltokat, de hát ugye ennek akkoriban tudományos értéke volt. De ugye itt jobbra Fényinek a protuberancia rajzait látjuk, ami nagyon szépen és részletességgel mutatja a protuberanciákat. Ide középre meg szerénység nélkül beraktam a saját rajzomat. Ugye látszik, hogy most már gyakorlatilag ezt a Polaris távcsővel készítettem, ugye nagyon jó részletességgel lehet látni a napfoltokat, de tulajdonképpen azt szerettem volna szemléltetni, hogy a nagyon egyszerűtől a nagyon részletesig tényleg nagyon nagy a skála, és bátran, nyugodtan rajzoljunk akkor is, hogyha valaki azt gondolja, hogy én nem tudok rajzolni. Saját tapasztalatból mondom, hogy az észlelő szakkörön szinte mindenkit leültettem már rajzolni, és mindenkinek sikerült is valami jót rajzolni, és valami mindig lett belőle.
Ugye lerajzolhatjuk ugye a napfoltokat, ugye fehér fényben rajzolunk és napfoltokat rajzolunk, akkor először érdemes felrajzolni kicsibe csak a foltok elhelyezkedését, főleg akkor, hogyha nagyon kevés van, vagy bocsánat, hogyha nagyon sok van. Ha nagyon kevés napfolt van, akkor nyilván ez nem érdemes, mondjuk egy-két napfoltot azért el tudunk helyezni egymáshoz képest. Ott fölül láthattok egy példát erre, amikor csak nagyon kis nagyítással, csak a napfoltok helyzetét magamnak berajzoltam egy ilyen kis, sokkal kisebb karikára. Fontos, hogy férjen bele az okulár látómezőjébe a napkorong, még akkor is, hogyha esetleg az kisebb nagyítást tesz lehetővé, mert különben nagyon nehezen tudjuk egymáshoz képest a foltok helyzetét felrajzolni. Ugye részletrajz esetén nyilvánvalóan olyan nagyítást válasszunk, amivel még legalább időnként tiszta és éles a kép, hiszen annak semmi értelme nincsen, hogy egy nagy szürke homályt látunk az okulárunk végén. Hogyha szükséges, akkor jegyzeteljünk a vázlatra írásban is, ezt én is meg szoktam tenni. Fákja mezőket például jelölhetjük eltérő színnel is a vázlatunkon, hogyha vázlatot készítünk. Ez is nagyon hasznos lehet, hiszen főleg amikor egy nagyobb foltcsoporton sok apró töredezett folttal a napkorong széléhez közel, ahol mondjuk egy fákja mező is teljesen átszövi ezeket a foltokat, akkor abszolút, hogyha csak grafittal rajzolunk, nem fogjuk tudni felismerni, hogy melyik mi volt később. Ugye érdemes legalább 10 cm-es napkorongot használni, ugye a standard napészlelő lap az 109 mm, annak érdekében, hogy kellő részletességgel rajzolhassunk rá. Ennél kisebbet semmiképpen nem ajánlok, legfeljebb nagyobbat, hogyha valakinek az kényelmesebb. Ugyanis egyszerűen nem tudjuk olyan részletességgel a kezünkkel felrajzolni a foltokat, hogyha ennél kisebb a napkorong, amit használunk. Ugye tipp, hogy érdemes először egy keményebb ceruzával, mondjuk hás ceruzával megrajzolni a vázlatunkat, berajzolni a foltokat rá, és utána a penumbrát a keményebb ceruzával, az umbrát, ugye a sötétebb részt pedig egy puhább ceruzával erősíteni a végén, és magunkat is megerősíteni, hogy valóban jót rajzoltunk be, még egyszer ránézni a látott képre. Ugye a legegyszerűbb vonalkázással is berajzolhatóak napfoltok, ugye például itt is láthatunk egy nagyon tényleg egyszerű sematikus, de abszolút információ gazdag, és minden napfolt rajta van, tehát teljesen jó egy ilyen rajz is napészleléshez. Ugye a fontos az tényleg az, hogy a pontosságra próbáljunk meg törekedni elsősorban, a művésziesség a napészlelésnél és mindenféle csillagászati észlelésnél másodlagos, nem az a legfontosabb. Jó, aztán ugye megint csak ugye a hidrogén alfára áttérve, ugye itt egy kicsit már másfajta rajztechnikákat érdemes használni, ugye itt finom vonalakat használunk, inkább keményebb ceruzával javasoltabb rajzolni, tehát például egy hás vagy két hás ceruzával is dolgozhatunk, akár hogyha valaki ilyet szeretne rajzolni. A saját tapasztalataim alapján mindig először a filamenteket rajzolom be, ide direkt egy ilyen vázlatomat tettem be, ami még nincsen kidolgozva. Először mindig a filamenteket rajzolom be halványon, megfigyelem az alakjukat, a hosszúságukat, hogy mennyire vastagak, milyen az irányultságuk, és utána a megfelelő irányú vonalkázással nagyon jól lehet érzékeltetni azt, hogy ezek hogyan irányulnak, hogyan kanyarodnak. Amikor minden részletet berajzoltunk, igen, és nagyon fontos a fákja mezőket, illetve a fényesebb területeket, nem tudom, hogy mennyire látszik ez itt messzire, hogy itt vannak ilyesmi területek. Én ezeket nagyon halványan körvonalakkal szoktam berajzolni, és később, amikor kidolgozom a rajzomat, akkor úgy dolgozom ki, hogy a nagyon fehér területek kimaradjanak a satírozásból például. Amikor minden részletet berajzoltunk, akkor lehet megerősíteni a vonalakat, különösképpen a filamenteket, ugye a foltokat puhább ceruzával, de a protuberanciákat és a finom részleteket keményebb ceruzával érdemes megerősíteni. Ugye itt is látható egy protuberancia sorozat, amit hát gyakorlatilag végig hás ceruzával rajzoltam például. Jó, akkor ugye nagyon érdekes, többször többen kérdezték már tőlem, hogy hogyan lehet a nap felszínt imitálni, ugye hogyan lehet ezt úgy lerajzolni, hogy tényleg így visszaadja azt, amit látunk egy kicsit a távcsőben. Tulajdonképpen nagyon sokat, tehát kell hozzá gyakorolni, de azért el lehet egy alapvető néhány tippel indulni.
ahhoz, hogy ezt is meg tudjuk csinálni. Ugye én mindig úgy szoktam, hogy a koronnak a körvonalát nagyon halványan húzom meg, így amikor a napfelszínt kidolgozom, akkor a körvonalak beleolvadnak ebbe, és homogén lesz a napfelszín. De ahogy itt látjátok például ezen a rajzon. Ugye először a kemény ceruzával satírozom végig a napfelszínt, körkörösen haladva, úgyhogy amikor a fénylő területekhez érek, amiket ugye korábban körvonallal bejelöltem, akkor azokat szépen kihagyom a satírozásból. Aztán később, amikor újra satírozok esetleg, a kevésbé fényeseken nagyon finoman tompa ceruzával lehet még átmenni. Ugye ezeket úgy igyekszem kikerülni, hogy itt le is írtam, hogy finoman tompa ceruza hegyével dolgozok ezek körül a fényesebb részek közül, tehát ezeket kicsit ilyen aprólékosabban próbálja meg az ember. Ugye ezután a napkörönnek a külső részét erősítem meg HB-s vagy B-s ceruzával, és finoman a koron közepe felé haladva úgy próbálom meg satírozni, hogy egy kicsit befele haladva kevésbé legyen sötét. És ugye itt is figyelek a fénylő területekre, illetve úgy emelem ki a különböző fénylő területeket, ahol az egyik fényesebb, a másik kevésbé, hogy a nagyon fényeseket teljesen fehérnek hagyom, tehát azokat egyáltalán nem satírozom át, a kevésbé fényeseken pedig azért a végén nagyon-nagyon finoman átmegyek ceruzával. Ugye aztán ezt kézzel, zsebkendővel vagy vattapamacsal nagyon óvatosan, szintén körkörösen haladva, korongot követve, kintről befelé haladva kissé lehet masszatolni, nagyon óvatosan, és akkor ez fogja ezt a struktúrát adni a napkorongunknak. Aztán ugye a végére hagytam a napfotózását, amiről tényleg olyan értelemben pár szót szeretnék csak szólni, hogy nekem nincsen több éves tapasztalatom a napfotózásában, én is csak kóstolgatom még ezt a témát, de viszont így is már kaptam jó néhány kérdést, például szakkörösöktől, ismerősöktől ezzel kapcsolatban, ezért azt gondoltam, hogy erről is azért egy pár diát beleteszek az előadásomba, illetve nagyon szívesen külön az előadáson kívül is bárkinek a rajzolása vagy a fotózással kapcsolatban is szívesen segítek, megosztom vele a tapasztalataimat. Ugye a fotózásnak az előnye, hogy nagyon gyorsan és objektíven örökíti meg a látottakat, ugye sajnos, hogy ez a rajzal ellentétben, azért ezt el kell mondani, de ugye ezzel is el lehet tölteni órákat a távcső mellett, ugye ahogy az imént is említettem, ugye volt olyan alkalom, hogy 2 órát kint ültem a 38 fokba, és próbáltam egy protuberanciáról animációt készíteni, tehát azt nem lehet mondani, hogy ez nem igényel sok időt, ugyanakkor azért azt ki lehet jelenteni, hogyha csak éppen le akarjuk kapni, hogy mi van a nap felszínén, milyen napfoltok vannak, azért azt elég gyorsan meg lehet tenni. Ugye fontos azért, hogy itt is sok kitartás kell ahhoz, hogy szép fotókat tudjunk készíteni, illetve hogy a képfeldolgozásnak a rejtelmeit eltanuljuk vagy begyakoroljuk, amit igazából meg lehet nagyon könnyen tanulni. Ugye készíthetők animációk is sok rövid felvétellel, számomra például ez egy sokkal izgalmasabb területe a fotózásnak. És ugye én leginkább webkamerát használok ehhez, tulajdonképpen egy kölcsönszkópium webkamerát használok, tehát még csak nem is az enyém, ami nem a legideálisabb hidrogén alfa fotózáshoz, mivel ott a fekete-fehér kamerákat ajánlják sokkal inkább, azokkal sokkal jobb képet lehet készíteni, de azért a képen is láthatjátok, hogy azért annyira nem rosszak ezek a képek, tehát én azért elégedett vagyok velük. Ugye a fehér fényben készült felvételekhez az ND3-as, ugye fotózáshoz való napfólia ajánlott, vagy a Herschel prizma. A fólia esetén egy egészen kicsi darab is elég, én a 130-as távcsövemhez egy kb. 4 cm átmérőjű kis fólia darabot használok fotózáshoz, és ez bőségesen elég hozzá. Ugye fehér fényben is, vagy hidrogén alfában is, hogyha korongot fotózzuk, akár 3-5 vagy akár 8-10 perces felvételek is készíthetőek a webkamerával. Ugye nyilván minél hosszabb felvételt tudunk készíteni, annál több részletet tudunk kihozni később a felvételünkből, amikor feldolgozzuk ezeket a képeket. A napfelszínen azért a változások ennél gyorsabban nem mennek végbe, ugye nyilván kivéve, hogyha pont egy flert sikerül lekapnunk, hiszen ugye az valamikor csak 1-2 perc alatt lezajlik. Ugye a flerek és a protuberanciák videózásakor rövidebb 20-30 másodperces felvételeket érdemes használni, hiszen ugye azok gyorsabban változhatnak, hogyha ugye ezeknek a részleteit használjuk. És ugye, hogyha animációt szeretnénk készíteni, ugye főképp hidrogén alfában van
izgalma vagy értelme ennek, hiszen ugye ott viszonylag gyorsan változnak az események. Szintén 20-30 másodperces, én személy szerint 20 másodperces felvételeket készítettem eddig, amikor ilyennel próbálkoztam. És ugye ahogy említettem, elsősorban fekete-fehér kamerák ajánlottabbak ehhez, de a színes kamerával is nagyon szép képeket lehet készíteni. Jó, többnyire ezeknek a feldolgozásához az AMCAP vagy SharpCap nevű programot használják, ugye a Scopium kamerához ezt az MCAP nevűt. Ez nagyjából így néz ki ez a program, és úgy körülbelül ez minden, amit róla tudni kell. Nagyon rendkívül egyszerűen használható, nagyon gyorsan megtanulható, mutatja ezt az is, hogy nőlétemre nagyon gyorsan megtanultam használni. Arra nincs pontos recept, hogy hogyan kell pontosan beállítani a kontrasztot, az expozíciót, meg egyebeket. Érdemes kísérletezgetni vele, én is kísérletezgettem, gyakorlatilag néhány csúszkát kell húzogatni, és nagyon gyorsan meglátja az ember, hogy ez hogyan jobb, hogyan szebb, illetve ugye érdemes többféle beállítással különböző fotókat készíteni, mondjuk ugyanazon a napon akár, és akkor feljegyezni magunknak, hogy melyiket milyen beállítással csináltuk, és akkor ebből gyűjtögetni tapasztalatot. Igazából én mindenkinek azt ajánlom tényleg, aki mondjuk most kezdi el, hogy talán ezzel próbálja megkezdeni, hiszen ugye ezt tényleg ki kell tapasztalni, és nincs rá egy kész recept, hogy pontosan ennyit állíts be, hiszen ugye alapvetően eleve a beállítások is kamera és távcső függőek, illetve sok mindentől függenek. Ugye ami nagyon fontos itt, az a távcsőnek a fókuszálása, amire nagyon kell figyelni, hogy a fókusz minél pontosabban beállítsuk, és addig nézegessük, amíg tényleg a legélesebbnek nem látjuk a képet, hiszen akár hogyan állítgatjuk a kamerát, hogyha nem tekertük élesre a fókuszt, akkor kidobhatjuk a kukába a felvételeket. Ebben ugye segítségünkre lehet egy motoros fókuszírozó, de ez például nekem sincs, enélkül is nagyon jól meg lehet oldani egy kicsit tekergetve, pepecselve. És ugye akár csak a rajzolásnál itt is mindenfélét tudunk fotózni, napfoltokat, csoportot, teljes napkorongot, ugyanúgy figyelhetjük vele a csoportok mozgását, protuberanciák változását, készíthetünk mozaik felvételeket, ugye, amikor nagyobb nagyítást veszünk, és ugye a korong nem fér bele teljesen a kamera képébe, akkor ugye mozaik felvételeket ugye több darabból össze lehet rakni, az is egy nagyon érdekes és időigényes dolog. Ugye nagyon érdekes például a filamentekről vagy protuberanciákról készített animáció, amit ugye már említettem, amihez sajnos egyébként szerencse is kell, tehát ez egy kicsit lutri, hogy az ember kiül és eldönt, hogy na én most ezt a protuberanciát lefilmezem, mert ez tuti, ez nagyon jó lesz, ez nagyon tetszik. Aztán ugye többek között például erről a protuberancia csoportról is kiderült, hogy semmit nem csináltak két napig a korong szélén, de hát azért én filmeztem őket szorgosan. Ugye ehhez szerencse kell, hogy egy aktív protuberanciát fogjunk ki, de ugye például amatőr csillagász társunknak, Bécz Miklósnak és társának nagy szerencséje volt most hétfőn, hogyha megnézitek, ez egy elég gyorsan lezajló, nagyon eruptív protuberanciát figyelhettek meg ezen a fotón, ami ugye nagyon 9 óra 39, 42, 46, tehát ugye néhány perc alatt is rengeteget változott, és ugye érdekességképpen ide berakták, hogy mekkora a Föld, meg a Jupiter, meg egyebek, ugye látszik, hogy milyen óriási nagy protuberanciát sikerült felvételre venniük, úgyhogy ilyenekért tényleg érdemes kipróbálni. Ugye aztán vannak a flerek is, amik szintén ugye elég gyorsan néhány percen belül, vagy egy-két percen belül lezajló folyamatok. Ezekhez is nagy szerencse kell, hogy ezeket le tudjuk filmezni, vagy felvenni, de ugye, hogyha valaki gyakran végez napésztelést, akkor azért erre jó esélye van. Jó, végül szeretnék nektek néhány hasznos weboldalt, illetve irodalmat ajánlani a napészteléssel kapcsolatban. Tényleg itt csak felsorolás szintjén. Most, amit különösen ajánlanék, az Kálmán Béla Éltető csillagunk a nap című könyv, ami nemrég jelent meg. Ezt a listát majd így, tehát így közzéteszem nagyon szívesen bárki számára, vagy elküldöm bárkinek az előadásom anyagát is, hogyha kéri. Illetve ugye néhány weboldal, ugye solarmonitor.org, ahol ugye a napfoltoknak a változását figyelhetjük meg. Ugye a hírek.csillagászat.hu-t is érdemes figyelni, hiszen ugye a nappal kapcsolatos hírek, cikkek is kerülnek fel ide. Illetve ugye a nap.mcl.hu oldal, valamint ugye ismét megemlíteném az észlelések.mcl.hu oldalt, ahol ugye észleléseinket fel tudjuk tölteni.
Jó, végül pedig még arról szeretnék tényleg csak pár szót említeni, hogy 2011 óta a Polaris csillagvizsgálatban rendszeresen tartunk napészleléseket, amit folytatunk idén is, jövőre is, ezek legalább havonta egyszer vannak, és szeretettel várunk mindenkit. Bárkit, aki érdeklődik a napészlelés iránt, vagy csak szeretne távcsőbe nézni, vagy szeretne naptávcsővel észlelni, rajzolást megtanulni, fotózást megtanulni. Itt tényleg megbeszélgetünk, műhelybeszélgetéseket is szoktunk tartani, ugye sajnos néhányszor volt rossz idő is, ilyenkor rajzoltunk néhányszor, vagy a napészlelésről, vagy egyáltalán csak a csillagászatról beszélgettünk többször is. Illetve ami ugye szintén fontos, elég sok napfóliát készítettünk eddig, szerintem legalább olyan 30 nap fólia kikerült a kezünk alól 2000, tehát úgy körülbelül idáig az elmúlt egy évben. Illetve amiről még egy rövid szót szeretnék szólni, hogy 2012. szeptembertől újra elindítjuk az észlelő szakkört, amire már gyűjtjük a jelentkezéseket, úgyhogy akár itt a tábor helyszínén is, hogyha valaki szeretne erre jelentkezni, vagy érdeklődik, hogyha engem megkeres, akkor felírom az adatait, és felveszem erre a listára, amiről majd természetesen körlevél is fog menni az érdeklődő. Illetve 15 órától itt a recepcióhoz közel az út mentén felállított naptávcsővel várom az érdeklődő felnőtteket és gyerekeket. Gyerekfoglalkozás is lesz, tehát lehet hozni a gyerekeket is, lehet rajzolni. Vannak napésztlelő lapok, illetve a naptávcsőbe belenézni. Illetve még egy szóra szeretném kihívni a kislányomat, Lilit, aki mindenképpen szeretne nektek pár szót mondani arról, hogy ő miért szereti a napésztlelést. Azért szeretem a napészlelést, mert mindig vannak rajta pontok, vagyis nem mindig. És vannak rajta protuberanciák is. Vannak rajta protuberanciák.